Na csácsú, mi csötészt a csokoládés traktorkerék, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő csodálatos játékkal, gyerekek, ez egy fenomenális, hatalmas ötlet, hogy összekeverték a PUBG világát a Sea of Thieves-el, gyakorlatilag kalózkodni fogunk, és közben egymást fogjuk hentelni egy olyan mapon, amiben folyamatosan szűkül a játéktér, és fegyvereket kell gyűjteni különböző épületekbe, és közben hajó csatákat vívni. Igen. Azért beszélek ennyire nagyon szépen erről a játékról, mert gyakorlatilag csontig be kell nyalnom a készítőknek, mert kaptam egy Steam kulcsot tőlük, aztán valahogy meg kell hallanom. De nem fogok csontig benyalni nekik, ha szar lesz a játék, lefikázzuk, mint a szart. Oké, gyerekek? Úgyse tudnak magyarul, ugye? Na jó, vagy gyerekek, vágjunk be a lecsóba igazából. Megcsináltam Kalompár Demon Hill-t. Kalompár Demon Hill. De miért? Miért? Miért pont egy nézőmről nevezem el? Egyébként egyefene, lesz Kolompár Demon Hill-ról lesz elnevezem az emberke, akivel belevágunk a lecsóba. Hát friendek közül, nem tudom, friendek közül nulla ember játszik ezzel a játékkal, úgyhogy valószínűleg, hogy teljesen random emberekkel kell, a gyerekek random, be tudom tippálni, hogy random team embereket, vagy hogy nevezik ezt a dolgot? Random team, random emberekkel. Random emberek. Itt van valakinek a lába, gyerekek. Itt alszik valaki. Na, figyeljetek, karaktergenerálás részletekig menően meg lehet csinálni. Ajjaj, hallod? Ez? Hát ez csúfos. Na, megcsináltam, igen, egy nagyon csíros karaktert. Egyébként a hajódat is, igen, ez maradjon így. Hajódat is tudod különböző, hogy milyen fából legyen, mindent tudsz állítani. Egy ilyen nagyon autentikus Hello Kitty színű Hello Kitty is, meg egy ribancrendszámos vitorlát készítettem, mert az szerintem az jó. Egyébként, amit még tudsz csinálni, cseszteket, nem tudom, igen, biztos azokat tudunk venni, x aranyért, hát sajnos nekünk nulla van. Egyébként ilyeneket azt hiszem, hogy ki lehet nyitni a pályán is. Mármint azon kívül, hogy egymást hunteled, ilyen cseszteket is azt hiszem valahogy lehet gyűjtögetni, vagy valami csoda. Na, megmondom őszintén, hogy a grafika az egy az, hogy nekem most nagyon le van véve, de erről fogok beszélni közben, jó? Jó. Na lobby, és akkor ready gyerekek, azt vágjuk bele a lecsóba, igen! Mi? B ér, a B, ha jó, ha B-t megnyomjuk gyerekek, akkor tudunk szumolálni, így tudunk így, hogy idézni egy új hajót, de 25% HP ért. Az egy jó dolog, jó tudni ezt a dolgot. Egyébként tényleg egy ilyen karib-tengeri térségben vagyunk, és különböző szigetek vannak, meg hajócsaták, meg mindenfélét lehet csinálni, és egy baj van, hogy ez tényleg haverokkal érdemes játszani, mert igazából a kormánynál tudsz állni, vagy oda mész az ágyukhoz, és ezt te egymagad nehezen tudod megoldani, mert nincs olyan hosszú kezed, hogy az ágyúig elérjél, és együtt még kekerd a kormányt is, meg nyomd a gázt, úgymond. Úgyhogy ez probléma lehet, hogy egyedül vagyunk, nem tudom, hogy fogja beosztani mellénk különböző játékosokat, te vagy nem, ez mindjárt ki fog derülni számunkra. A játék borzalmasan optimalizálatlan. A borzalmasan optimalizálatlan azt jelenti, hogy kb. Ilyen fékhármas grafika színvonalon is képes arra, hogy 10 FPS-re zuhanjon. Most 45 FPS-en vagyunk. Gyakorlatilag ez a kezdő zóna. Amint látjátok, player az 1 per 100 van, és bot az meg 40. Úgyhogy, igen, az egész rohadt világon egyedül játszok ezzel a játékkal. Ezt elfelejtettem mondani. Az egész világon full egyedül vagyunk, akik játszunk ezzel a játékkal ebben a pillanatban. Azért igazából megtiszteltetésnek kellene vennem azt, az mi a szar. Gyertyák vannak gyerekek. Igazából szerintem itt ilyen kriptában vagyunk, meg vagyunk halva. Mint egy kalózizék zombik vagyunk, vagy valami, nem tudom, hogy mire gondoltak a készítők, mire gondolt a művész, amikor ezt kitalálta, ezt nagy, hatalmas nagy koncepciót, mert kiagyalta, hogy milyen ilyen kruptába kell, hogy kezdjünk. Na mindegy, azon, és miért van pisztolyunk itt, azt megengedni fogalmam sincs, mert tényleg nem tudom, nincs értelme szerintem, mert így már én kipróbáltam ezt a játékot annyiban, hogy
hogy hogy fut meg minden, és nem, itt nem nincs, nincs senki gyerek, full nincs senki. Ja, hogy lenne, hogyha nem egyedül játszanék az egész rohadt világon, de egyébként tényleg kitüntetésnek veszem, hogy ez olyan, mint hogyha csak nekem készítették volna ezt a játékot a készítők, mert igazából senki nem játszik az egész világon, képzeljétek el, van vagy 6 vagy 7 milliárd ember, és csak a Keeper játszik ezzel a játékkal ebben a pillanatban, azért tartják a szervert, mert ugye ez nem, nem a gépben fut éppen a szerver, nincs, nem kell hostolnod, hanem gyakorlatilag szerver. Van egy szerver teremben, van egy gép, ami azért van tartva, hogy a Keeper ezt megcsinálja ezt a videót erről a játékot, különben nem is tudnék csatlakozni. Az a nagy baj, hogy ugye amikor indie játékot fejlesz valaki, és arra az útra téved, hogy multiplayer indie játékot tervezek, akkor nem biztos, hogy belegondol abba, hogy egy Battle Royale játékban azért nem árt, hogyha egy jó pár ember játszik folyamatosan, mert különben semmit nem fogsz vele tudni. Látjátok, hogy joinoltak a játékosok, látjátok a BOT, mint bot. Botok, és én egyedül vagyok emberke. De egyébként, ja, jó. Remélem, hogy a hang az jó, kép jó, minden talán jó. Na, és ezt nézzétek, hogy 20 minden... Ojo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 j
oké, figyeljetek, belevágunk a lecsóba. Figyeljetek, van egy ötletem. Ezek itt kikötnek, vagy nem? Milyen? Gyorsan lefutok, és rádurrantok egyet ágyúba. Ó, itt vannak többen, aha. Hát áraz, már be nincs betárazva az ágyú elemben. Na, várjátok, utána tölünk egyet. Nem volt ez eltérült. Jó, mindegy, inkább akkor kössünk ki aztán. Fasz. Jó, te... ja, jó van, oké, várjál, tesó. De ő nekik az hajójukon van nekem 80. És lövik a hajómat, mint a szart, várjál. Ugye mivel... De ők miért vannak csapatban? Húzi Rudi. Jöjj, baze. Ja, és a hajó ugye az amortizálható, az egy jó dolog benne. Mármint az nem jó, hogy az én hajóm az amortizálható. Mert ugye el is tud süllyedni a hajó, hogyha túl sok lyukat kap. Sőt... Szevasztok gyerekek, gyorsan kiszáll... Azt hiszem kiszállunk. Kösz. Kösz. Jó, ennyi volt. Elsüllyesztették a hajónkat, egyébként még 37 ellenséges. Jó, ott elment a csávó. Még 37 bot van, amint látjátok. És akkor az a nulla player szerintem, hogy nem tudom az mi az a nulla, de mindenképpen nulla, rajtam kívül nulla. Velem együtt egy darab, kemény egy darab játékos játszik most. 13 óra, vagy 13 perc, 8 másodperc múlva ugye elkezd szűkülni a pálya, egyébként a pálya az elég nagy. Ugye le tudunk szumonálni majd B-vel egy hajót, ha valami van, meg ugye el tudod lopni a másikét, ha megölöd őket, meg minden. Jó, most egész jól fut, csak azt hozzá kell tennem, srácok, hogy így fusson a játék, ezt megmutatom nektek grafikai szempontból. Ez mind nullán van. Mind nullán van, egy kicsit föl, most... Várjátok? 43 FPS, nem tudom, látjátok-e fel, mondjuk nézzünk egy izé... Egy shadow-t, figyelj, shadow distance, mondjuk tegyük fel az első rublikáig, ugye? Close. Nem olyan rossz. Egyébként... Amikor először próbáltam, akkor rosszabb volt. Jó, nem teszem följebb egyébként, amúgy sem, hogyha felnyomod nyére, akkor se egy izé, Isten királya játék, úgyhogy... Úgyhogy nem kell attól félnetek, hogy most egy vizuális orgazmusról varadtok le. Nem csúnya a játék, elmegy, jó. Nem sokkal jobb, mint ez, amit most láttok. De egyébként kipróbálhatjuk, feltoljuk majd mindjárt maxra a vége fele, jó? Jó, menjünk. Igen, egy bot megölt egy botot. Most a izgalmas események. De egyébként az is lehet, hogy majd mondhatni full loan. 23 FPS-sel futunk most. Ami... Megmondom őszintén, szerintem a grafika az körülbelül úgy berekedik a Far Cry 1-ével, amely körülbelül, nem tudom, 20 éves játék, nem 20 éves talán, de 20 éves játék körülbelül. És a Far Cry 1-ével berekedik ez a grafika, szerintem a Far Cry 1-ben jobb grafika volt. Viszont azt tudom, hogy lejjebb kell velem gyerekek ezt a Shadow Distance-t, mert szerintem 14 FPS volt az előtt, 15, minden lone. És nem azért, jó, oké, nincsen olyan hatalmasan nagyon jó gépem, de azért például, mit tudom én,
Várjál, úgy tudjunk. Mi a ágyugolyó, Dick? Lehet ágyugolyó, tudom. Öt darab ágyugolyó. Nem, mint hogy hajó nincsen, ágyugolyó legyen. Sisak, gyerekek, nagyon jó. Azt akartam mondani, azért Cyberpunk 2077 az mondjuk fut majdnem. Több, kicsit feljebb, mint Medium, érted? Ez meg fut izébe. Oda nézi a három csöves pisztoly. Ez meg fut izébe. Ezek fut lóba 20 FPS-sel, érted? Na várjál, az a baj, arra vigyeljünk gyerekek, hogy ezek a botok azok ugye azok olyan szépen meg vannak dolgozva, hogy torony iránt átfutnak. Ki van, nagyon mesterséges és intelligens, nagyon jó gyerek, ki fut ez a torony iránt, de az a baj, ha később veszed észre, abban a pillanatban lenyom. Úgyhogy óvatosba kell tolni kicsit. Szóval, ha meglátunk valakit, lövünk, mint a disznó. Majd visszatérünk egy kicsit hajózásra is. Mert azért megmondom őszintén, oké, hogy nem játszik senki ez a játékkal, de végig játszott. És ha már egyszer elkezdtem róla egy bemutatót csinálni, oda nézett, 13 FPS-re esik le ez a grafika alatt. Ez a Sirius szemnek második része. És valaki nagyon lőnek, és erre hallatszik a robbanás, várjál már. Azt vettem még észre egyébként, hogy kb. Jó, ugye? Remélem a hangocskámat azért hallani. Igen, itt van egy treasure. Hogy mire jó a treasure, azt nem tudom, mert igazából annyira még nem folytam be tudok ugrani az ablakon. Hát halljátok, a PUBG ehhez képest, hallod, jelenthet neki. Jelenthet neki. Na, hol van itt izé? Hol a treasure-ünk? Azt hiszem, treasure-t ki kell ásni. Hopp, ki kell robbantani, jó, ez még jobb. Ez a robbanás effekt, Dick, na mi volt ebben? Ez mi? Ennyi? Semmi, hogy csak megtörtént, ez semmi. Megtaláltuk egy treasure-t, jó, de jó. Jó, akkor mehetünk a következőre. Következő az hol van? Térképek lehetősen nagy egyébként, na ott, és akkor ugye itt van az a szűkülő rész, ugye egyre kisebb lesz az sebződsz. Hát gondolom ezt már láttátok egy-két játékban. Valahonnan, mintha ismerős lehet. Mondhatjuk úgy is. Jó, elmegyünk gyalog egy picit arra. Vagy nem? Menjünk inkább le a tengerpartra, aztán akkor spawnoltatok egy hajót. Ugye B-vel? Jól emlékszem, B-vel? Ó, ott vannak izék, ott vannak ládák, megnézem azokat a ládákat. Egyébként azt hiszem, scope-ot lehet a fegyvereket, így gyakorlatilag egy szinte nézzétek meg, egy ilyen PUBG kopiról beszélünk, ugye? Emelmény másszál, azt a betyár gyerekek, van a láda, hallod? Izé is volt, golyóállom elég, mi? Ó, izé, medkit-szerű, akármi csoda lehetett az. Jó, ott vannak a dolgok, hogy a hát hogy mit lehet használni, ugye? Jó van. Gondolom az ugyanolyan dolgokból felveszem még egyet, igen, akkor eldobja az előzőt, jó van. Inventory ugye nincs. Hetes, tudok hetes. Jó, megittuk. Hogy mi történt velünk, azt nem tudja érdezni. Jobban célzol? Nem, gyorsabban fut, ott van futás. Gyorsabban futsz, jobban célzol, ilyen hülyeségek. Van egy szkóp. Rárakja, vagy rárakta, vagy nem rakja rá? Van pipánk is, ötös gomb. Yes. Pifázzunk egyet, hallod akkor már. De nem akarja. Nem kívánja a pipát. Hát akkor mindegy. Scope? Szóval lehet rá? Na, öde. Erre ráratjuk-e? Oda nézzé, tesó! Gyerekek, hallod? A sniper! Na! Menjünk. Figyelj, valaki van, hallod, hajóról letett itt. De oda nézzé, ott megy a hajó. Ennyi a max scopi. Figyelj, ott van egy izé, ott van egy maja piramis azért, vagy azték piramis azért. Az a biztos, hogy legyen mi. Na várjál, B-vel lehet elvileg. Aha, és oda meg tudod szabni, hogy hova legyen, valahogy szárazföld, akkor a vére szólja. Jó, hát akkor E. És meg is sebződtünk. Digaz! Van. Mi volt az a? Hát volt egy effekt, töcső. Volt egy effekt, nem csak megkaptuk, hallod, maga izé hozta. Ha, tenger istene, küldte. Jó van, oké, elmegyünk. Ott biztos van valami nagyon jó dolog fent, figyelj. Jó, menjünk. Itt, viszont ezt megőrülök, hogy egyszerűen miért kell nekünk az, hogy ne lássuk ki. Ez még meddig tekeri ezt a rohadt kormány, hallod, a végtelenség? Figyelj. Már fordult háromszor testvérem. Ja. Lehet, hogy jobb ötlet lenne a legénység kilövése.
okosba, van szélirányunk balra, nézzétek gyerekek, balra ott a kijelző mutatja, hogy merre fúj a szél. És szél, izébe tudsz, akkor irányba tudsz szállni, szélirányba is gondolom, akkor gyorsabb vagy. Ha ott van, hogy mennyivel megyünk egyébként. Én arra gondoltam, hogy lehet, hogy azt kellett csinálni, hogy mesterlövész puskával kilövöldözni az ellenfeleket, nem? Hoppa, 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 állja le! Ez valakit lő, ajajajajajajajaj, Sanyi! Ki kéne kötnöm, vagy ki kéne ugranom, vagy valami. Ez jó volt, figyelj rá. Figyelj, tesó! Megtréfáljuk őket. Hajom hol? Hoppá, elsülyeztette a havert. Jó van ezek... Ó, oh, de várjál! Lekérték a másik hajót, de jó! Lekérték a másik hajót. Az a baj, egyedül nem nagyon... hajócsatában nem nagyon sok értelme lenne nekem belebonyolódnom. Óha! Jóha! Jóha! Ha ilyen fel hallott haver. Hol van? A kormányos kéne kikapnom. Hű! Ha nem 5 FPS-em lenne, talán el is találnám egyedül. Aha. Gyere, van, oda nézzetek, gyerekünk. Aha, na várjál, haver. Hallod, 2 FPS-e. Nem hiszem, hogy nem találom-e. Szerintem a hajót találja el ezt, hallod? Ne, ilyen izé, puskaport raktam magamba. Gyerekek, ezek ágyúval lőnek rá? Azért ez pofátlanság, nem? Szegény keeperre itt lőnek ágyúval. Jó, menjünk tovább. Az a jó, hajót nem bántják, ha kiszállsz, ugye? Nem amellopja. Hát ugye, az lenne jó, hogyha... Ha-ha-ha-ha-ha. Azt nézem, hogy mi az a kettő. Na, ide beledurrantottak azért, úgy látom valakit. Az lenne jó. Ugye, hogyha lennének haverok. Meg ugye normális ellenfelek, nem botok. Akkor ugye taktikusabb lenne a harc. Mert ugye, hogyha látnák, hogy itt... nyugi van. Jaj. Ott a hajó, ott a hajó. Hol kell mennem egyébként? Hű, de jó messze. 26 ellenfél van még. És mi az a kettő ott? Ott van valami kettő. Hajó van, láthatálom. Várjál, kiszállok. Szállok bá meg. De abba ezt az ágyúgolyót, oda nézze és ennyi. Hallod, ezért egy kicsit nehéz így. Hogy furkozni kell a kormánykerék meg a ízeket. Hoppá, itt egy ilyen lootoló zóna. Ó, meg kell nézni. Ott van egy hajóroncs. Amúgy maga a koncepció nem lenne rossz, csak az elég sok mindent elárul róla. Ugye, hogy nem játszik vele lószar se. Az valószínűleg azért van. Na mi van? Nem áll meg a hajón? Ott is van egy hajó. Oh! Ajaj, ott egy hajó, ott egy hajó. Kikötve gyerekek! Itt valaki lootolnak a buzik. Hát, micsoda kedves vagyok. Lootolnak a buzik gyerekek. Addig a hajójukat le kéne szedálni. Nem, nincsen, most indultak el. Jó van. Vissza kéne menni. Ó, gyerekek, itt nagyon köröznek, hallod? Menjünk innen, egy csába szét fognak lőni minket. Sokan vannak. Meg ugye helyzeti előnyben vannak, mivel ők... Kettő, 4 ágyút tudnak egyszerre használni, ami azért kellemetlen tud lenni nálunk. Az üldözőbevet? Vajon? Hát nagyon sok mindent látni így. Mindjárt. Ide nekivezetem, aztán kiugrom. Oké, így is ugrok. Jössz, buzi! Jön! Köcsög! Köcsög! Ki a bál, hogy köcsög? Szerintetek? Mindjárt körülnézünk itt. De ez az FPS is, ez mi? Ó, oh. Nem tudsz.
Amúgy szerintem lő minket ez a buzi. Ha kéne mászna, minden hajó tetejére. Hol vagyunk? Hogy van a buzi-e? Leszedne innen ágyugolyóba, biztos fajna, mi? Na. Hú, micsoda izője van a őszernek. Eresztése. Ja, van. Jól lenne megtámadna minket egy barom. Kezdve eltalálsz valaki gyereke kezdve veste a vészpuskába, amikor olyan, mint eldobott kő, olyan ívet ír a lőszer. Akkor ügyes lennél. Basz, miért csobbant, hallod? Láttad miért csobbant a lőző? Hőha, hőha! Megjött a Sanyi! Gyere, bazza, gyere! Na figyelj, megdög lesz. Hát ez nem volt az. Ja igen, és akkor most szűkül be a pálya, ugye? Itt írja, hogy beszűkül. Aha, elkezdett, jön befele, jó. Jó, hát megyünk tovább szerintem, mert ennek sem értelme. Kicsit még lootolok, azt húzzunk innen. Hát, találok lőszert vagy valamit. Na, mi van itt? Wow. Ez pisztolylőszer, ugye? Ó, meg van száradva a csávó. Fia, csak pisztolylőszer van. Mert miért ne? Mert igazából puskalőszert keresünk azért, tudod. Azért van? Van loot. Nem panaszkodhatsz. Bor! Ez igen. Benyomok egyet, nyomócos gyógy. Miért nem engedi, hallod? 6-os. 5-ös. Miért villognak és miért nem engedi őket? Na jó van, menjünk. Fel tudok bárhol menni a hajón, vagy csak ott a kötélzeten? Aha, csak itt. Másik hajóra is fel tudnék szökni esetleg. Jó van, megyek gyerekek, bocsász. Már tudom, már érezem, ahogy mondjátok, hogy... Ha menjünk már kipörhetne legyél, de várjál, valamit mutat. Ott a polipe! Ott a polipe! Rámegyünk, ott a szörny! Ott a szörny! Hoppa. Egy kicsit lekoccoltam az elejét. Egyéb más, anyé, elolvasd meg. Na, rámegyünk a szörnyre. Oktopusz. Nem tudom mi az. Hoppa, 5 perc van valamire. Az oktopuszra rámegyünk. Baj van az részek tenger része, baj van a részek tenger része. Minden rádolt este. Baj van a részek tenger része, ezek azt hiszem üldözőbe vettek gyerekek. Baj van a részek tenger része, baj van a részek tenger része. Mi a szar? Mennyi hajó, te Jézus Mária? Baj van a részek tenger része, minden rádolt este. Baj van a részek tenger része. Jó, befejeztem. Ez mi az, oda nézzi, hallod? Kísértett kastélyszerű cucc. Itt meg izé van, akciódus dolgok vannak, ide durrant mondja nekem, és nagyon el vannak foglalva egymással. Ha megnézzük, itt van a pörgés. Itt van a buli, gyerekek, ide jöttünk. Elhúzunk, mindjárt megnézzük, mi az itt. Gyerekek, fölmegyek, hallod? Halljak meg! Hármas gomb. Mi ez a köd? Fia, fölmegyek egyre, hallod? Kiugrok. Szarom le! Szarog vele! Ki van itt, köcsögök? Várjál, miért nem enged föl? Ja, hogy miért nem tudok fölvenni másikra? Ez itt elhagyatott. Ebbe van valami! Bemegyek! Ha halljam meg, Dick, ott megy a csávó! Hú, itt baj lesz, gyerekek! Itt meg fogok dögleni szerintem. Mi van itt? Mi van itt?
Ott megy a hülyék! Ott megy a hülye! Mi van itt? Hát mi volt ez? Hát mi volt ez? Hát ez már belőtte! Jaj, Bori! Hát mi belőtte ez? Hallod ágyúval? Hát mi volt ez? Tényleg visszanézem. Na jó, gyerekek! Elbúcsúzom, hát nem játszik senki ez a játék, a botok rohangálnak leföl. Ők legalább jól érzik magukat. Hát köszönöm szépen, írjátok majd véleményt, mit gondoltak. Sziasztok!